Az időjárás most egyáltalán nem kedvez a szünidőt éppen töltő fiataloknak, ám ez nem jelenti azt, hogy unatkoznotok kellene. A Kölcsei Televízió Sulijáró magazin műsorában ezúttal is érdekes témákkal készültünk. Az aktualitások mellett a múlt történéseiből szemezgettünk, lássuk hát tartalomismertetünket. Korszerűsítés. Bővítik a Petőfi Sándor Általános Iskola Alma utcai intézményét. Szeretet és következetesség. Használható tudással gazdagodnak a kicsinyek minden nap a nyírpazonyi Aranyalma óvodában. Sokoldalú intézmény. Sport, idegennyelv és informatika is belefér a Móricz Zsigmond Általános Iskola pedagógiai modelljébe. Bővítik a nyíregyházi Petőfi Sándor Általános Iskola Alma utcai intézményét. Ennek során 210 millió forintból megújul a teljes épületrendszer, korszerűbb és modern körülmények fogadják majd a gyerekeket ősztől, és az összes tagintézmény a központi épületegyüttesbe költözik át. Bezárják a Petőfi Sándor Általános Iskola Kálói úti és Koszorú utcai tagiskoláját, ám az Alma utcai oktatási intézmény bővítése, fejlesztése lehetőséget ad arra, hogy a tagintézmények a központi iskola épületbe költözzenek. Egy közel 210 millió forintos projektnek köszönhetően sor kerül a Petőfi Sándor Általános Iskola főépületének felújítására és bővítésére. A projektet a mostani városvezetés évekkel ezelőttről örökölte meg, hangsúlyozták a projekt bemutatóján, majd Halkóné dr. Rudolf Éva, Nyíregyháza alpolgármestere hozzátette, az elmúlt időszakban több iskola bezárásáról döntöttek. Iskola bezárások kontra iskola felújítás, hogyan jutottunk el idáig, és miért tartja fontosnak e projektet? A Petőfi Sándor Általános Iskolának a bővítése, felújítása és bővítése már ismert volt, évekkel ezelőtti programot, tehát a pályázatot örökölt meg a jelenlegi városvezetés. Megismerve azonban ennek a visszanemtérítendő támogatásnak a konstrukcióit, a feltételeit, áttanulmányozva az ott tanuló gyermekeket, a Borbányán, illetve a vonzás közepében élő városlakókat, úgy döntött a városvezetés, és hogy ezt a projektet meghagyja, és megvalósítja a Petőfi iskolának a felújítását, illetve bővítését. Természetesen az iskola bezárással párhuzamba lehet hozni, de nem célszerű, hiszen teljesen másfajta feltételek és másfajta oldalról kellett megközelítenünk ezt a felújítást, ugyanis egy olyan épületről van szó, egy olyan iskoláról van szó, ami egyrészt már megérett a felújításra és a bővítésre, másrészt pedig a jelentkezési adatok alátámasztották azt számunkra, hogy a visszanemtérítő támogatás formájában történő felújítást meg kell valósítanunk. Nem vonatkoztathatunk el azonban az iskola bezárástól természetesen, hiszen amikor a bizonyos létszámok zárulásáról, illetve iskola épületek fizikális megszüntetéséről döntött a közgyűlés az előző időszakban, akkor figyelembe kellett vennünk azt is, hogy az adott bezárásra ítélt iskolák vonzás körzetében éppen ennek az iskolának a felújítása is ott szerepel, tehát számítanunk kell ennek az iskolának a jövőben a fejlesztésével. Mely tagintézmények kerülnek most bezárásra, és mi várható szeptemberben? A Petőfi Sándor Általános Iskola Kisteleki Szőlő Koszorúti tagintézménye ugye bezárásra került, amit már korábban jogosultsági feltételként jelent meg ezen pályázat kapcsán. Ott már 2012-ben nem indíthattunk első osztályt, és 2013-ra pedig ténylegesen be is kellett volna fejezni a felújítással összefüggésben az oktatást, amit egy picit előrébb hoztunk. A 2011-12-es tanév első osztály indítását pedig természetesen így eleget tettünk ennek a jogosultsági feltételnek a pályázat kapcsán. És érintett még ennek a pályázatnak a vonatkozásában a Koszorú úti tagintézményen kívül a Kálói úti épület, ami egy romos iskola épület, ami úgy gondolom, hogy az már tényleg megérett arra, hogy megszüntetésre kerüljön. Az Alma utcai iskolának két tagintézménye van, most mindkettőt bezárják. A Koszorú utcai intézményben az alsósok tanultak, míg a Kálói úti iskola részben három harmadikos osztály hallgathatta a tanítószavakat. Borbánya egy tantermes iskolája 1911-ben épült a Kálói úton. Az 1970-es években azonban a fejlesztéseknek köszönhetően az itt élő emberek száma pár százról pár ezerre nőtt. A hatalmas létszám és a kicsi iskola arra késztette a város vezetését, hogy Borbánya új iskolát kapjon. Ezt az új iskolát 1987-ben adták át az Alma utcán. Az évek alatt alig-alig újították fel az oktatási intézményt, ám most egy uniós pályázatnak köszönhetően a nagy központi épület megújul, megszépül.
Projektünk a Petőfi Sándor általános iskola infrastruktúrális felújítása és bővítése. Felújításra kerül gyakorlatilag a teljes intézmény, ennek a határideje 2011. augusztusa lesz, hiszen a tanítást el szeretnénk majd kezdeni. 2011. decemberére a bővítés is megvalósul, az egész projekt az 2012. márciusában zárul. Maga a projekt az mintegy 210 millió forint, ennek 90%-át nyújtja az Európai Unió, azaz mintegy 188 millió forintot. A felújításon belül eszközbeszerzésre is kerül majd sor. Mik a legnagyobb feladatok, és mi az, amire mindenképpen várhatnak majd az ott tanulók, illetve dolgozók? Az 1987-ben készült intézmény teljes felújításra kerül, azaz megszépül részint belülről, tehát festés, különböző vizes blokkoknak a felújítása történik meg, részint kívülről, de energetikai szempontból például ablakcsere, homlokzati hőszigetelés, homlokzatfestés. Másrészt pedig kiegészül az iskola három új tanteremmel, ez a bővítési rész, ez valósul meg majd ez év december végére. Meg kell említenem még az akadálymentesítést. Az új részben ez teljes akadálymentesítést jelent, ez Európai Uniós követelmény is, ami annyit jelent, hogy egy akadálymentes lift is kiépítésre kerül, a régi részben pedig a minimum követelményeknek kell megfelelnünk, ami gyakorlatilag egy vizes blokknak az akadálymentesítése, illetve a bejáratnak az akadálymentesítését jelenti. Az Alma utcai oktatási intézmény három új tanteremmel történő bővítése arra ad lehetőséget, hogy az iskola tagintézményei, amelyeket megszüntetnek, a központi iskola épületbe költözzenek annak érdekében, hogy a Petőfi Sándor általános iskola egy épületben működhessen. A munkálatok már elkezdődtek, hiszen a teljes beruházásnak kész kell lennie 2012. márciusára. A nagyon jó akusztikájú aulában rendszeresek a hangversenyek, különböző iskolai rendezvények, megemlékezések. Ám most csak a felújítás előtt álló lépcsők fogják közre. A fejlesztés során a beépített szekrények megújulnak, a radiátorokat lecserélik, és a padlóburkolat is megszépül. Az iskolába a következő tanévet 408 diákkal kezdik a tervek szerint, és szeptemberben két elsős osztályt is indítanak. Hátra dőlhettek azok, akik felsőoktatási intézménybe jelentkeztek idén. Kiderültek ugyanis a ponthatárok. A legmagasabb pontszámokra a Corvinus Egyetemen volt szükség. Idén összesen 141 ezeren jelentkeztek felsőoktatásba, ebből csaknem 98 ezeren nyertek felvételt. Nappali tagozaton alap, egységes és osztatlan képzésben 51.320-an tanulhatnak. Mesterképzésben 8.343-an kezdhetik meg tanulmányaikat, míg felsőfokú szakképzésben 9.509-en. Az alapszakok, valamint az egységes, osztatlan szakok közül nappali munkarenden legtöbben mérnök informatikus szakra jutottak be. A nappali tagozatra felvettek számát tekintve a tavalyi listavezető gazdálkodási és menedzsment alapszaka második helyre került, míg a harmadik helyen a tavalyi évhez hasonlóan az idén is a turizmus vendéglátást találjuk. Csak az államilag támogatott helyre bekerülteket nézve változik a toplista. A mérnök informatikus alapszak mögé két műszaki területhez tartozó szak, a gépészmérnöki és a villamosmérnöki kerül. A negyedik helyen jelentős létszámnövekedéssel az ápolás és betegellátás szak található, amely tavaly még csak a 13. volt ugyanezen a listán. A 20-as listára ebben a kategóriában a korábban népszerűnek számító kommunikáció szak az idén nem került fel. Az alap, valamint egységes osztatlan szakok nappali munkarendű, államilag támogatott és költségtérítéses képzésekre felvett hallgatók intézményenkénti és karonkénti bontását tekintve az első helyen az ELTE bölcsészettudományi kara áll, a Széchenyi István Egyetem műszaki tudományi kara, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kara követi. A főiskolai karok közül ezen szempontok alapján első helyre a Budapesti Gazdasági Főiskola pénzügyi és számviteli kara került. A mesterszakokat tekintve a nappali munkarendű, államilag támogatott és költségtérítéses képzésekre felvett hallgatók intézményenkénti és karonkénti bontás alapján az első helyen szintén az ELTE bölcsészkara áll, megelőzve a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karát és az ELTE pedagógiai és pszichológiai karát.
Eközben közzétették az idei pótfelvételi lehetőségeket a felvi.hu oldalon. Azok, akiket sehová sem vettek fel, vagy nem is jelentkeztek, 44 egyetem és főiskola több száz szakja közül választhatnak. A mostani eljárásban már csak egy helyre lehet jelentkezni, a határidő augusztus 9. A felvi.hu oldalon közzétett tájékoztató szerint jelentkezni kétféleképpen lehet. Elektronikusan, az e-felvételén keresztül, vagy a jelentkezési lap kitöltésével és postára adásával. A pótfelvételi eljárásra külön jelentkezési lap készült, amelyet a pótfelvételi képzéseket meghirdető felsőoktatási intézményekben, az edukáció ügyfélszolgálatán és az oktatási hivatal ügyfélszolgálatán lehet beszerezni. A korábbi felsőoktatási felvételi eljárások jelentkezési lapjai nem használhatók a jelentkezéshez. Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyik legsokoldalúbb oktatási intézménye, a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola. Januárban jártunk az iskolában, ahol a napi pedagógiai modell mellett szabadidős rendezvényeket is tartanak a diákoknak. 1982. augusztusában alapították a Móricz Zsigmond általános iskolát Nyíregyházán, de csak egy évre rá, 1983. februárjában költöztek ide, a Virág utcára. Jelenleg 602 diák tanul ebben az intézményben, 45 elhivatott pedagógussal, akik a napi rutin mellett különböző programokkal igyekeznek kiszolgálni a tanulók igényeit. Reggelente tömegsportra van lehetőség, amelyet sok gyerek ki is használ, így az első órát már erejük teljében tölthetik. Januárban a legfőbb attrakció a félévi bizonyítvány. A téli szünet utáni első héten már fél évvégi felmérőkön mérik a diákok tudását. A hatodik osztályosok január 4-én szövegértésből írtak. Mátyás király életéről olvastunk, és voltak ilyen kérdések. Az első feladat például olyan volt, hogy Mátyás király nevét, meg édesapját, édesanyját, születési idejét. A második feladat az olyan volt, hogy rokonértelmű szavakat kellett. Három ilyen szó meg volt adva, és hogy két rokonértelmű megfelelőjét. Volt olyan, hogy Mátyás királynak milyen élményei voltak az életben, hogy például az apját elveszítette, már meghalt, meg ilyeneket kellett írni. Még volt olyan, hogy kellett írni, hogy mi volt ő, hogy ilyen az ötödik bekezdésből kellett írni, hogy jó tulajdonságait. Már így is sok, amit felsoroltál, Rebeka. Nehéz volt ez a dolgozat? Milyen volt a többihez képest, amit eddig írtatok ebben az évben? Ez könnyebb volt, mint ami szokott lenni, mert benne volt így minden a szövegben. Hogyan lehet erre készülni? Mit csináltál otthon? Volt két hét szünidő, elővetted azért néha az irodalomkönyvet? Megnézegettem, mert így erre annyira nem tudok készülni. Csak így irodalomórára készültem. Ezek a felmérők nem csak a félévi bizonyítvány miatt fontosak, felkészítik a gyerekeket a szokásos kompetenciamérésekre, a távlatokba tekintve pedig jó gyakorlatok lehetnek az érettségi feladatok megoldásához, amelyeket hasonló elvek alapján állítanak össze. Milyen képet mutat ez a gyerekek fejlődéséről, hogy hol is tart tulajdonképpen ez az évfolyam? Nagyon lényeges mérföldkőnek számít ez, ugyanis 6. év végén ugye kompetenciamérés van, és már 5. osztálytól megkezdjük az alapozást. Az, hogy mennyire számít ez, nyilván szeptembertől végzett munkát fogjuk figyelembe venni. Ez számukra is egyfajta jelzés, hogy mi a hiányosság, illetve a nevelőnek is egyfajta jelzés, hogy mire kell egy kicsit jobban ráerősíteni. Nem lehet egyszerű épp a modern világ és az új élethelyzetek miatt lekötni magyar nyelv és irodalom órán ezeket a gyerekeket. Milyen eszközök vannak a pedagógus tarsójában, mivel lehet ezeket a modern gyerekeket megfogni? Változatos munkamódszerekkel, tehát szoktunk dolgozni páros munkába, csoportmunkába. Igazából ez a frontális munka, hogy a nevelő kiáll és órát tart, ez már manapság a mai gyerekeknél nem működik. Ugye különböző képességű gyerekekről beszélünk, és ahhoz, hogy ugye differenciálni tudjunk, tehát minden gyerek megkapja azt, amire igénye van, ahhoz változatos munkamódszerekre van szükség tulajdonképpen. A nyolcadikosok életében azonban nem csak a félévi felmérők miatt izgalmas ez a hónap. Ők a továbbtanulásra készülnek. Már 7. osztályban megkezdjük a felvételi előkészítést,
a pedagógiai intézet munkatársát is elhívtuk, hogy felmérje a gyerekeket, hogy megfelelően tudjanak választani. 8. osztályban már a gyerekek interneten és a felvételi tájékoztató füzetből figyelik az iskolákat, a felvételi előkészítőket, a jelentkezéseket, és megindulnak nyílt napokra, hogy legtöbb információt begyűjthessék. A felvételő előkészítést már 8. osztályban nagyon keményen folytatjuk. A mi iskolánk külön matematikából egy órát különítette el erre a célra. Így két matematika órában gyakorlunk felvételire. Tehát a központi felvételi feladatsorokat oldunk meg első órában, második órában pedig kijavítjuk és százalékoljuk. Így a gyerekek, mire elérkezik a felvételi ideje, megfelelő rutint szereznek egy felvételi feladatsor megoldásában. Magyarból is van felvételi előkészítő, de ettől függetlenül még a középiskolánkban is vállalnak felvételi előkészítőket, úgyhogy a gyerekek nagyon leterheltek ebben az időszakban. A január 22-én írják a központi felvételit, és erre az felvételire tulajdonképpen óriási rutint még az ad, hogy ebbe az iskolában rengeteg gyerek jár versenyre. Nagyon jó versenyeredményeink vannak, és a gyerekek ezt a versenyeredményeken szerzett rutint tudják hasznosítani ezekben a felvételikben. Nagyon jó eredményeket szoktak elérni emiatt a felvételiken. A gimnáziumban a tanulóknak a 47%-a jelentkezik, szakközépiskolában 50%, és összesen 3% jelentkezik csak szakmunkásképző intézetekbe. Az iskolánkban nagyon sok jó képességű gyerek jár, és ennek az eredménye az, hogy a felvételiük nagy rész sikerül is. Tavaly például közel 80% volt az eredményesség az első helyen megjelölt felvételével kapcsolatban. A végzősök január 22-én írják a központi felvételi vizsgákat azokból a tárgyakból, amelyet a célintézmények követelményként megjelöltek. Fruzsina, te merre képzeled el a jövődet? Milyen iskolát választottál és miért? Egy gimnáziumot választottam, a Kölcsey Ferenc gimnáziumot. Miért éppen azt? Voltam nyílt napon, és nagyon megtetszett, szimpatikusak a tanárok, és a diákjairól eddig csak jókat hallottam. Dominik, elérkezett az idő, pályát kell választanod, melyik gimnáziumot vagy középiskolát jelöld meg, és miért? A Vásárhelyi Pál építőipari szakközépiskolát, és azért, mert már kiskoromtól nagyon szerettem rajzolni, tervezni, honazóval, ilyesmivel, és így feljött az ötlet, és nagyon tetszik. Anna, te hová jelentkeztél, hová szeretnél menni tovább tanulni? Én a Krudi Gyula gimnáziumba szeretnék matek tagozatra menni. Miért éppen ez érdekel? Hát nagyon szeretem a matekot, matek tagozatos is vagyok, sok versenyre járok, és hát jók az eredményeim. Most hónap végén miből kell felvételizned, mert gondolom kell? Igen, kell, matematikából és magyarból. Az egyik legsokrétűbb intézmény a Móricz Zsigmond Általános Iskola, ahol a testnevelést, az idegen nyelvet, az informatikát és a matematikát is emelt szinten tanulhatják első osztálytól a nebulók. Az eredetileg csak testnevelés specifikus iskolában az atlétika és a futball mellett a röplabda is országszerte híres. 2005-ben érkeztem a Móricz Zsigmond Általános Iskolába, a Hunyadi iskolából. Akkor férjemmel, Moravszki Gyulával leraktuk a röplabda alapjait, illetve megalapoztuk az iskolában a röplabdát. Harmadik, negyedikes gyerekekkel kezdjük a kiválasztást. 5., 6. és 7., 8. gyerekek pedig folyamatos versenyzésnek vannak kitéve. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ilyen eredményeket tudjunk elérni, ahhoz nagyon fegyelmezetten és rendszeresen is kitartóan kell dolgozni. Természetesen ezek az eredmények a Nyisolival karöltve, együttműködve tudnak megvalósulni, mivel iskolánk utánpótlásbázisa a Nyisolinak, a versenyeztetés és a nagyobb számú, tehát az edzések egy része a Nyisuli keretében történik, és nem csak röplabda vonatkozásában, hanem atlétika és labdarúgásból is az utánpótlás bázisa vagyunk a Nyisulinak. Nagyon büszkén mondom, hogy vannak gyerekeink, akik most az Exaliga NLK és a főiskola csapatában meghatározó emberek, és még tavaly 8-osként a mi iskolánk tanulói voltak,
illetve ez egy ilyen hármas összefogás, mint ahogy említettem, iskolánk tanulói, utánpótlásai a Nyissulinak, valamint a 8. osztály elvégzése után, aki az Zay Anna gimnázium mellett dönt tovább tanulás szempontjából, azokkal mi foglalkozunk továbbra is úgy, és 5.-6. korcsoportban a diákolimpiát, valamint a serdülő és az ifjúsági korosztályt együtt visszük a férjemmel. És továbbra is azt is büszkén mondom, hogy az I.S. Bettina, aki kezdőjátékos az Exalinia NLK-ba, ő most ifjúsági válogatott játékosként és számottevő eredményekre lehet büszke, és a válogatottnak is egy meghatározó játékosa, de ugyanilyen gyerekeket adott és nevelt ki a Móricz iskola, a Paul Szandi, a Sitku Tamara, Pető Tamara, és még mondhatnám tovább a Tóth Dorottya, már elment a Morvai Anna, és a Móricz iskola tanulója volt, Homoki Judit. Tehát azt mondom, hogy most úgy állunk, hogy annak a munkának az eredménye és gyümölcse beérett, amit az 5 év alatt megalapoztunk és véghez vittünk. Tulajdonképpen számos országos eredményünk van. Tehát ha össze akarom foglalni, akkor azt mondom, hogy 5 év alatt 7 aranyérem, 3 ezüst és 2 bronzérem az eddigi röplabdás eredményünk. A Nyírsuli utánpótlás bázisának is mondható iskolában a 3. és 4. osztályosok hetente 3-szor másfél órát tölthetnek a pályán, míg a nagyobbaknak minden nap tartanak edzést. Ez pedig már a nyelvi labor, amelyet az iskola saját erejéből alakított ki, csak úgy, mint az informatika termet. A tavalyi legnagyobb beruházás pedig az intézmény energetikai beruházása volt. 93 millió forintból a teljes hűszigetelést, ablakcserét és a kazánház felújítását valósították meg. A Móricz Zsigmond általános iskola korszerű körülmények között, modern eszközökkel és lelkes pedagógusokkal várja a következő tanév első osztályosait. Miért érdemes a Móricz Zsigmond általános iskolát választani óvoda után? Miben jelenthet ez pluszt? Mit adhat a gyerekeknek? Hát ott kezdődik az egész, hogy a környező óvodákkal nagyon jó a kapcsolatunk. Tehát azok a gyerekek, akik bennünket választanak, úgymond nem idegen helyre jönnek be, mert előtte annyi számtalan programban részt vehetnek az iskola életébe, hogy szinte fokozatosan beilleszkedhetnek. A Móricz iskola egyébként nagyon híres szerintem a tehetséggondozó munkájáról, tehát aki nagyon jó matematikai, logikai készséggel bír, vagy rendkívül ügyes gyerek, annak érdemes ebbe az iskolába jönni, a sport terén, vagy éppen versenysport elképzelése van, de akinek nincsen, az is számtalan sport lehetőséggel találkozhat. Ugye az informatikát elsőtől tudjuk biztosítani a gyerekeknek, sőt, benne vagyunk a támopos pályázatba, a fenntarthatósági időszakban, ahol várjuk a 300 laptopot a gyerekeknek, tehát rendszeresen fognak vele dolgozni órákon. Hogy miért érdemes még ide jönni a Móriczba? Azért, mert megőriztük a 29. éve kialakított hagyományainkat, tehát rendkívül rendezvényközpontú és tevékenységközpontú az iskola. Nem állunk meg azzal, hogy megtartjuk az órákat, hanem az osztályoknak minden hónapban sajátos egyedi programjuk van, egy-egy, amelyet ők állítanak össze, és az iskola is egyediséggel bír a program kínálatában. Tehát mindig valamilyen érdekességet szervezünk nekik, ezért gondolom, hogy jól érzik magukat, tehát nem csak a tanításról, a tanóráról szól a munka. Szerintem a pedagógusok gyerekközpontúak, tehát nagyon megértőek, szeretetteljes légkör uralkodik, tehát valószínű, hogy ez az, ami vonza, mert már most azt tapasztaljuk, hogy azok a szülők érdeklődnek irántunk, akik valaha ide jártak. Tehát igaz, hogy fiatal az iskola, de ezek szerint nagyon jó élményekkel gondolnak vissza az intézményükre, mert hozzák a gyerekeiket. És az, hogy milyenek az élmények, azok folyamatosan kiderülnek a mérésekből, hiszen mindig nyilvánosságot kap a gyerekek és a pedagógusok véleménye. Hát a partnerek véleményét a minőségirányítási csoport méri, és a szülők igényeit megpróbáljuk mindig kielégíteni, tehát teljesíteni. A több
jeleznek, hogy több szülő-iskola együttműködés kell, akkor abba az irányba próbálunk elmozdulni, vagy több sport lehetőség, akkor ezt próbáljuk a nagy tornaterembe ezt az igényt kielégíteni. Tehát minden évben mérjük a szülői elvárásokat, illetve a megfelelőségünket. Ugyanígy a gyerekek felé is, és az éppen most tegnap került az asztalomra, hogy mi a véleményük az iskoláról a gyerekeknek. Hát nagyon szeretnek a osztályközösségükbe lenni, az osztályközösség programjaiban részt venni, az iskola közösségében, az iskola programjain. Úgy nyilatkoznak, hogy ismerik a tantervi követelményeket. Hát itt is vannak azért gyengébb pontok is, például szeretnék, hogyha az osztálytársaik még fegyelmezettebbek lennének, tehát de az rajtuk kívül, tehát a szülők, a pedagógusok, a gyerekek, a dolgozókon kívül az óvodákat mindig megkérdezzük, az óvónőket és a többi partnerünket. Több testvériskolával ápol jó kapcsolatot az intézmény, a diákoknak német, angol és holland cserekapcsolatokat biztosítanak. A Móricz Zsigmond Általános Iskola küldetésnyilatkozata szerint az itt dolgozó pedagógusok arra törekszenek, hogy a tanulók ne csak biztos tudással legyenek felvértezve, hanem jól nevelt, magabiztos, mások értékeit megbecsülő személyiségekké váljanak. Az önismeret és a személyiség formálása mellett különös gondot fordítanak a nemzeti értékek megbecsülésére. Vendégszeretet. Mi elsőként ezt tapasztaltuk itt a Móricz Zsigmond Általános Iskolában, ahol a gyerekek és pedagógusok egyaránt nagy szeretettel és segítőkészséggel kalauzoltak minket az intézményben, hogy betekintést nyerhessünk mindennapjaikba. Szeretet és következetesség, ezt tartják fontosnak mindennapi pedagógiájuk során a nyírpazonyi Aranyalma óvoda pedagógusai. Évelején jártunk az intézményben, akkor farsangra készülődtek a kicsinyek. Kömény magosleves, párizsi csirkemellszelet, párolt rizs és tartármártás a pillangó csoportban. Ebédelnek a nyírpazonyi nagycsoportos óvodások, akik valamennyien tudják, mi a dolguk. Maguk merik ki levesüket, a napos pedig összeszedi az üres tányérokat. Az óvoda 7 órakor nyit minden reggel, a gyerekeknek 8:30-ig kell beérniük. Délelőttönként különböző foglalkozásokon vehetnek részt a kicsik. Ezek során egyéni képességfejlesztést biztosítanak a pedagógusok. Cselekvéses ismeretnyújtáson alapuló egyéni képességfejlesztés című programot írtunk mi saját magunknak ebben az óvodában. Ez egy nagyon jó bevált program számunkra, és ennek alapján dolgozunk, mivel a gyerekek különböző időpontban érnek, ezért mi nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni képességfejlesztésre. Ebben segítségünkre vannak a kistérségi társulás szakemberei. Kistérségi társuláson belül kaptunk logopédust, pszichológus, fejlesztőpedagógust, ők is segítenek ebben a munkában, és minden gyereknél az egyéni fejlesztésre fókuszálunk. A napi munkamenet során viszont ez nem lehet könnyű az óvodapedagógusnak, hogyan tudják tulajdonképpen olyan irányba terelni a gyerekeket, hogy akinek még lemaradása van, az zárkózhasson fel a többieknek, és aki már előrébb jár, az ne veszítsen tehetségéből, hanem kamatoztassa azt. Ezt is megpróbáljuk úgy megoldani, hogy a gyerekek ezt ne is vegyék észre, hogy különböző fejlettségűek, de differenciáltan adjuk számukra a feladatokat, úgy készülünk a napi tevékenységre, hogy mi ismerjük a gyerekeket, és ennek alapján adjuk a számukra a feladatokat. Ebben is segítségünkre vannak a szakemberek. Nem telt unalmasan az elmúlt néhány hónap és a nyár, hiszen nagyon sok fejlődést tudhat maga mögött az óvoda. Melyek azok, amelyekből leginkább profitálnak az itt dolgozók és az itt tanuló gyerekek? Nagy örömmel mondhatom el, hogy a legnagyobb beruházásunk a nyilászárók cseréje volt. A fa nyilászárókat műanyagra cseréltük, ez megmutatja majd a tél, hogy mennyivel kell kevesebbet fűtenünk. De a kényelmünket és a gyerekek kényelmét szolgálja a parketta rendbetétele, felcsiszolták, fellakkozták, kifestették a csoportszobákat és a kiszolgáló helyiségeket is. Új bútort kapott az egyik csoport, a folyosóra minden öltözőszekrényt kicseréltünk. Új öltözőszekrényeket kaptunk, textíliákat pótoltunk, szőnyeget vettünk, tehát elmondhatom, hogy az önkormányzat nagyon támogatott bennünket. Az udvarra, az udvari játékokhoz a betonból készült homokozókat szétbontottuk, helyébe fából készült homokozók lettek,
és a Széchenyi utca felől új kerítést is kaptunk, amit már nagyon régen vártunk, és nagyon-nagyon örülünk neki. Tervekből és elképzelésekből azonban még van a tarsolyban, melyek lennének a legfontosabbak a jövőben. A mi óvodánk nagyon régi óvoda, és folyamatosan bővült, és most is tervben van a bővítés. Nagyon hiányzik a számunkra a tornaszoba. Ezzel együtt tornaszobát szeretnénk építeni, de ezzel együtt kiszolgáló helyiségeket is szeretnénk hozzáépíteni az óvodához, az elkülönítő szobát, és nagy álmunk a sószoba kialakítása is, ami a gyermekek egészségét óvná. A közös foglalkozások során a gyerekek testnevelés, irodalom, ének ismereteit bővítik, de környezetismeret, ábrázolás és matematika is szerepel az oktatási palettán. Ezek során kisebb csoportokban egyéni fejlődésük szerint tanulhatnak az óvodások. Ebéd után a megszokott napi rutin szerint fogmosás következik, majd a gyerekek alváshoz készülődnek, ahol szintén mindenki együtt dolgozik. Kipakolják az ágyaikat és pizsamába bújnak, hogy kényelmesen tölthessék a délutáni sziesztát. Természetesen ekkor sem feledkeznek meg a tanulásról, verssel zárják a nap első felét. A család-gyermek-pedagógus kapcsolat példaértékű az Aranyalma óvodában, ahol rendszeresen tartanak ünnepségeket. Ősszel az Aranyalma hét keretében kiránduláson vehetnek részt a gyerekek, az iskolával pedig családi napot tartanak. Emellett jótékonysági esten vehetnek részt a családok, az ebből származó bevételt az intézmény szépítésére használják fel. Támogatójegyekből vették például ezt a szekrénysort is, amelyben a szebbnél szebb játékokat és eszközöket tárolják. A hagyományos népi ünnepeket is megtartják, húsvétolnak, várják a télapót és karácsonyra díszítenek. Most pedig a farsangra készülődnek. A 22 fős katica csoportban már csak a dekorációkat kell helyükre tenni. Azért készítjük feketéből és piros pöttyösből, mert ez a csoport a katica csoport. És ezt össze fogjuk tűzni, többet összetűzünk, és akkor ezt fogjuk majd. Ezt felhősítitek majd a így van, négy irányban, a mennyezetre, és akkor még piros-fehér ötös rufik lesznek közé rakva. És hogy ünnepítek majd a farsangot? Hát a gyerekek beöltöznek mindenki, nincs meghatározva, hogy ki minek szeretne, és reggeltől télig megy a buli. Majd jönnek hozzánk vendégművészek, akik fognak nekik zenélni, és akkor zene, tánc. A mindenki beöltözik, azt jelenti, hogy még a szobornénik is? És mi is beszoktunk igen öltözni. Kulisszatitkot lehet már tudni, hogy ki hát milyen? Nem publikus. A versünkben is benne van, hogy majd mindenki derül. Az Aranyalma óvodában 96 gyerek tölti mindennapjait négy csoportban. 8 pedagógus és 4 dajka vigyáz rájuk. A nyírpazonyi óvoda 2001-ben kapta az Aranyalma nevet, fennállásának 75. évfordulójára. Ez volt a Sulijáró júliusban. Az oktatás legfontosabb történéseivel, aktualitásaival legközelebb, egy hónap múlva augusztus végén várunk benneteket. Addig is töltsétek kellemesen a maradék nyarat, ne feledjétek, nem sokára visszaszámlálás, hiszen egy hónap és kezdődik a következő tanév, úgyhogy addig is pihenjetek jól, szórakozzatok sokat, sziasztok!